30 éven át kitartóan és türelmesen próbáltunk megegyezni a vezető NATO országokkal. Az Észak-Atlanti Szövetség eközben minden tiltakozásunk és aggodalmunk ellenére folyamatosan terjeszkedik. A katonai gépezet mozog, és ismétlem, közeledik határainkhoz. Ez itt a heti válasz, a Válasz Online hetente jelentkező podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, én Vörös Szabolcs vagyok, műsorvezető társam ma Borbás Barna. Szia, Barna. Szia, köszöntöm én is a hallgatókat. A bevezető idézet Vlagyimir Putyin orosz elnöktől származik, aki ezekkel a szavakkal indította meg az Ukrajna elleni háborút február 24-én. Azóta orosz politikusok nyíltan beszélnek arról, hogy országuk Ukrajnában a NATO ellen is harcol, hiszen a szövetség több országa is fegyverrel támogatja a kijevi kormányt. A háború kapcsán emiatt egyre sűrűbben kerül elő a kérdés, amerikai-orosz proxy háború-e, ami a szomszédunkban zajlik. A téma azért sem mellékes, mert amit pár hete még a kommentmezőkben írtak le, az ma már a magyar parlamentben is elhangzik. Ebben igyekszünk hát rendet tenni mai adásunkban, amelybe két vendéget is hívtunk. Itt van egyrészt Magyarics Tamás, az LTBTK amerikanisztika tanszékének egyetemi tanára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm hallgatókat is! Illetve Rácz András történész, Oroszország szakértő, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet munkatársa. Szervusz, András! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást! Indítsunk kicsit messzebbről. Van-e exakt definíciója a proxy háború kifejezésnek? Körül lehet-e írni pár mondatban, hogy egyáltalán mi az? Magyarics Tamás. A proxy háború elvileg azt jelenteni, hogy a úgynevezett igazi hadviselők azok közvetetten vesznek részt, tehát ilyen klasszikus proxy háborúnak számított annak idején a koreai háború, vagy a vietnámi háború, vagy az afganisztáni háború, vagy akár Nicaragua annak idején, amikor a két szuperhatalom a hidegháború alatt nagyon gondosan kerülte a közvetlen összeütközést, és amit tettek az, hogy az oroszok mondjuk az észak-koreaiakat, észak-vietnámiakat támogatták, az amerikaiak a mujahedineket támogatták Afganisztánba, vagy a kontrákat Nicaraguába. Tehát mindig előre tórtak valakit, és nem közvetlenül vettek részt a háborúban. Jelen pillanatban, hogyha a kérdés az, hogy ez ilyen szempontból proxy háborúnak minősíthető-e, bizonyos szempontból igen, legalábbis fél proxy háborúnak minősíthető, mert az egyik fél az valóban részt vesz, a másik fél viszont közvetetten, és egyre több amerikai megfigyelő és stratéga is azt mondja, hogy nagyjából az Egyesült Államoknak a részvétele közvetetten azért eléggé jelentősebben az egész konfliktusban. András? Ugye az eredeti kérdésre válaszolva nincs egyetlen exakt mindenki által elfogadott definíció a proxy háborúnak, ahol különféle hadtudományi lexikonok, azok különféle definíciót adnak, és amit Tamás mondott, hogy fél proxy háború, ez is létezik. Tehát a fél proxy háború az mondjuk hidegháborús kontextusban, például a szovjetunió-afganisztáni háború ilyen volt. Tehát ugye a Szovjetunió teljesen nyíltan harcolt Afganisztánban, ő az ő oldalon nem proxy részvételről volt szó, hanem tényleg ott volt bent a szovjet hadsereg. Az Egyesült Államok viszont egy helyi szereplőt, egy helyi úgynevezett proxyt támogatott, ugye mujahedeket, és akkor ilyen módon egy ilyen fél proxy helyzet állt elő. Most tulajdonképpen az ukrajnai háború ugyanez. Annyit viszont érdemes hozzátenni, hogy ugye mindig el szoktam mondani, hogy ez a háború ez 2014 óta tart, tehát igazából amit február 24-e óta látunk, az egy nagy léptékű eszkaláció, de egy 8 éve tartó háború során. Itt az időbeliség az számít, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy ez proxy háború-e vagy nem. Tehát a háború első 8 évében érdemi katonai támogatást Ukrajna nyugattól nem kapott. Most a február 24-én kezdődő eszkaláció első napjaiban sem. Tehát még ha ezt a mostani 3 hónapja tartó háborút egy ilyen külön konfliktusnak tekintjük, ott is az elején szerintem nem áll meg az, hogy ez proxy háború lett volna. Ugye ma már tudjuk, hogy számos nyugati ország azzal számolt, amivel egyébként az oroszok is, hogy Ukrajna nem húzza sokáig, hogy Ukrajna néhány nap alatt összeomlik. És miután kiderült, hogy ez nem így van, akkor kezdett el számos nyugati ország, ideértve kulcsfontosságokat az Egyesült Államokat is, egyre többféle, egyre nagyobb nagyságrendű és egyre sokrétűbb támogatást adni Ukrajnának. Tehát így proxisodik a konfliktus, ha úgy tetszik, és abszolút egyetértek azzal, amit Tamás mondott. Mostanra itt már tényleg meghatároz az Egyesült Államok részvétele ebben, ahogy támogatja Ukrajnát. Itt nem véletlenül kezdtük ezzel a Putyin idézettel, amivel Szabolcs indított. Ugye az
alapvető narratíva, amivel keretezik Moszkvából ezt az egész helyzetet, és Moszkva nyomán nagyon sok helyen máshol is, többek között a Válasz Online kommentmezőiben, az az, hogy az eleve a lépés a február 24-én, ami megtörtént Oroszország részéről, az egy válaszlépés. Tehát ez a beszorított medve, akit éveken keresztül hathatós amerikai támogatással, vagy pontosabban nem is amerikai támogatás, maga a NATO, tehát az Amerika Védelmi Szövetsége, az tolt a sarok felé, a beszorított medve pedig válaszolt. Ezzel az érveléssel mit kezdjen az ember a valóság talajáról? András. Én azért föltennék egy kérdést, hogyha nyilván Vlagyimir Putyin beszéli az ős forrás, tehát mindennek Vlagyimir Putyintól kell indulnia, de amennyiben mégsem. Ugye azt mondja az orosz elnök, hogy a szövetség folyamatosan terjeszkedik kelet felé. Találós kérdés. Mikor bővült utoljára a NATO kelet felé? 99? Nem, egyel később. A Baltiak. A 2004-es bővítés a Baltiak. 18 esztendővel ezelőtt. Tehát azóta nem volt kelet irányú bővítés, azóta a Balkán felé bővült a szövetség néhány országgal, de Oroszország határaihoz de facto nem ment közelebb. Még az a bizonyos bukaresti ígéret is. Ugye a bukaresti NATO csúcson 2008 tavaszán elhangzott az ígéret, sőt be is került az árónyilatkozatba, hogy Ukrajna és Grúzia majd egyszer a NATO tagja lesz, notabene nem tartozik hozzá a határidő, és nem lesz a NATO tagja nyilván egyik ország sem, hiszen ugye a NATO nem vesz fel olyan országot, aminek területi konfliktusa van. Grúziának ebből van kettő, Ukrajnának korábban kettő volt, meg van egy, most meg van egy óriási nagy. Tehát még ez a bukaresti ígéret is, ez is 14 évvel ezelőtt volt. Tehát amikor az orosz elnök ilyen akut veszélyként beszél a NATO keleti terjeszkedéséről, ez egyszerűen tényszerűen nem állja meg. Csak egy dolgot hadd vessek közben, nyilván nem csak a NATO bővítés itt a terjeszkedés, hanem az is, amit konkrétan később ezt kivonta felhoztak, hogy az észak-lengyelországi Regikovói, ha jól ejtem a nevét, igen. Regikovói, illetve a Románia középső részén a Debeszelúi rakétabázis, NATO bázis felépítése, az egy fenyegetés, lám egyre közelebb és közelebb Oroszországhoz. De ezek az országok 2004 óta NATO tagjai. Lengyelország 99, Románia 2004, tehát megint nem arról van szó, hogy valami újdonság történt volna. A bázisépítés, az újdonság, a rakétabázisépítés. Az is legalább egy 10 éves projekt. Tehát a rakétavédelmi rendszer közép- és kelet-európai telepítése, ez még bőven a Bush adminisztráció előtt kezdődött, ha jól tudom. Tehát ez sem egy olyan dolog, ami így hirtelen előugrott a szekrény mögül, és rákényszerítette szegény Oroszországot, hogy támadjon. Tehát ez az orosz narratíva, ezt én nem érzem helyén valónak, ugyanakkor viszont az fontos hozzátenni, és aztán befejezem, hogy ezeknek a narratíváknak elsősorban nem mi vagyunk a célközönsége. Tehát az, hogy mi erről mit gondolunk, ez a Kremlt igen mérsékelten érdekli, ezeknek a narratíváknak az elsődleges célközönsége az az orosz belföldi közönség. És az orosz belföldi közönség számára ez minden mérés azt mutatja, hogy igenis hihető. Igen, én annyit tennék hozzá, hogy én nem csak a katonai dimenzióra fókuszálnék, hanem hát főleg a 90-es években nagyon kitágult a biztonságnak a fogalma, a biztonsági agenda. És ilyen szempontból az oroszoknak Ukrajna úgymond az utolsó védelmi vonal. Tehát, hogyha nem is NATO, de akár bármilyen atlanti közösségbeli társult tagság, bármilyen tagság, vagy egy nyugatbarát kormány, az az oroszoknak úgymond elfogadhatatlan olyan szempontból, hogy eddig azért, tehát balti ország, meg Bulgária azért, hát valljuk meg őszintén, nem jelentenek komoly veszélyt Oroszországra. Ukrajnával viszont elveszítenék bármilyen szinten biztonsági dimenzióba azt az úgynevezett stratégiai mélységet, ami az oroszoknak nagyon fontos. És hozzá kell tenni azt, bár egy kicsit félve merem mondani ezt András jelenlétébe, hogy az orosz történelmhez hozzászólok, hogy az oroszoknak bizonyos mértékben, hát ez a paranoiája, ez igazolható a 20. század történelme miatt, kétszer támadták meg őket nyugatról, tehát hogy ők mindenképpen szeretnének egy ilyen puffer zónát, ütköző zónát a nyugat és saját maguk között,
Abban viszont abszolút igaz Andrásnak, hogy kicsit nehéz mondjuk ezt a kronológiát igazolni, mert valóban NATO bővítés 2004, a Majdan 2014. Jó, András azzal kezdte, hogy 8 éve folyik bizonyos mértékű háború, tehát esetleg a Majdanig lehet visszavezetni, és hogyha az amerikaiaknak az érdekeit nézzük, és az ottani szerepvállalást, akkor elég jó dokumentált az, hogy az amerikaiak már akkor elég érenken érdeklődtek az ukrajnai belpolitikai és a ukrajnai jövője iránt. András említette a 2008-as NATO csúcsot. Tanár úr szerint van-e arra magyarázat, hogy akkor miért kellett ez a, hát, ahogy elhangzott szintén, határidő nélküli ígéret, de mégiscsak egy ígéret, amire Moszkvából vissza tudnak mutatni, hogy de hát a NATO megígérte, ugye csak hogy értsük, ez George Bush elnökségének nagyjából az utolsó hónapjai, ez valami ilyen búcsú ajándéka volt, hogy letegyen még valamit az asztalra 2008-ban, vagy miért volt ez, miért számított ez akkor ennyit? Hát azt hiszem, hogy bizonyos mértékben ez származott az amerikai akkori politikai gondolkodás, külpolitikai gondolkozásból, a neokonoknak egyfajta elvéből, és általában ugye a demokrácia zónájának a kiterjesztéséből. Hozzá kell tenni azt, hogy különben a Bukarestben a franciák és a németek voltak azok, akik elsőben megfúrták ezt az egészet, mert ők azért realistában nézték ezeket a kérdéseket, hogy azért Oroszországgal szemben eléggé sok vörös vonalat át lehetett lépni, főleg a Jelcin időkben, de hát 2004-es bővítés az már Putyin alatt volt, de az igazi vörös vonal az Ukrajna. Tehát Ukrajna egy vörös posztó az oroszoknak. Georgiát vagy Grúziát én nem teljesen értem, mert hát nem hiszem, hogy élő ember a NATO-ba kötelezettséget tudna vállalni jó szívvel Grúzia biztonságáért, nem határos NATO országokkal, Közép-Ázsia területén fekszik, szóval ez inkább azt hiszem, hogy egy elővágás lehetett volna, hogyha ilyen sportnyelvet akarok használni a vívásból, mert akkor az orosz-georgiai grúz viszony eléggé kijeleződött, ez áprilisban volt, hogyha jól emlékszem, augusztusban volt a dél-oszétia és az apáziai ürügy. Tehát valószínűleg esetleg figyelmeztetni akarták az oroszokat, és nem pedig hát valódi szándékról beszéltünk, de hát ez csak spekuláció. És Ukrajna miért számít az amerikaiaknak? Ugye Biden elnök családjának különösen is például. Hát Ukrajna... Most egy közhelyel élhetnék. A közhely az, hogy Oroszország Ukrajnával bármilyen szövetségbe vagy unióba, bármibe egy nagy hatalom, Ukrajna nélkül középhatalom. A Ukrajna többek között mondjuk Brzezinskinél is rendkívül fontos szerepet játszott. Az amerikaiaknak három úgymond stratégiai csomópontjuk van a világban, a Kelet-Ázsia, Közép-Kelet, Közel-Kelet és Kelet-Európa, Ukrajna. Tehát ez a három hely, ahol nekik eminens érdekeik vannak. Az eminens érdekek többek között azért eminens érdekek, főleg, hogyha most abszolút leegyszerűsítve mondom, a Távol-Kelet nyilván van Kína miatt, ahol az amerikaiak gondosan képítik a katonai szövetséget is, az AUKUS-tól kezdve a Quad-ig, most volt egy csúcs találkozó, a Quad, ugye Ausztrália, Japán, India, Egyesült Államok, a Közel-Kelet, Közép-Kelet, tehát nyilvánvalóan stratégiai rendkívül fontos terület, energiaellátás és így tovább, és végül pedig a Kelet-Európa, ugyanis, hogyha akár csak a 2017-es amerikai nemzetbiztonsági stratégiát nézzük, akkor két országot neveztek meg, mint stratégiai potenciális vetétársat, Kínát és Oroszországot. Tehát végső soron a cél az, hogy ezt a két országot valamiképpen gyengítsék,
És hát ennek megfelelően, hogyha Ukrajnát sikerülne valamilyen módon az atlanti közösséghez közelebb húzni, az egyszerűen Oroszország pozícióját gyengítené. Az amerikaiak hivatalosan nem fogadják el azt a realistikus politikai szemléletet, amit én azért eléggé érvényesnek tartok, és amit az oroszok és a kínaiak is érvényesnek tartanak, hogy a világban egyfajta nulla összegű játék folyik, a hatalom maximalizálása. Tehát, hogyha Ukrajna átkerül valamilyen módon félig, meddig, negyedik, és itt tovább a nyugati térfélre, az az oroszoknak nettó veszteség. És hát ilyen alapon rögtön bizonyos mértékben megértetjük azt, hogy az amerikaiak miért érdeklődnek ilyen élénken Ukrajna iránt. Különben az kínaiak is úgy tudom, hogy elég élénken érdeklődnek, földvétel és minden egyébből kifolyólag élelmiszer, import, disznóhús, marhahús, gabona és így tovább. És hogyha jól tudom, az ukrán-kínai kereskedelmi volumen, ez talán még nagyobb is, mint az a kínai-orosz ilyen szempontból. Itt ebbe hadd csatlakozzak be egy kérdésem, mert fontos dolgot mondott a tanár úr azzal, hogy tulajdonképpen amerikai érdek Oroszország meggyengítés. És hadd hozzak ide egy idézetet, bizonyos John R. Denny, a US Army War College Stratégiai Tanulmányok Intézetének kutató professzora a Wall Street Journal című labban, a háború kockázatának stratégiája Ukrajnában, mondjuk kicsit csúnyán így lehetne fordítani a címet, egy esetleges invázió diplomáciai, gazdasági és katonai hiba lenne Putyintól. Hát csinálja, ha akarja. Írta ezt 2021. december 22-én. Ezt a cikket mi több helyről megkaptuk, mint egy bizonyítékát annak, hogy tulajdonképpen amerikai érdek az eszkalálódás. Tudjuk, mondja ez a cikk is, előre, hogy ez Oroszországot úgy megroppantja, és a nyugati szövetségi rendszereket úgy megerősíti egy ilyen konfliktus, hogy hát, welcome, csinálja csak, elnök úr. Na, hogy ez egy összeesküvés elmélet, mert itt ez egy frankó, komoly ember, aki ezt egy komoly labba leírta, ez egy publicisztika, tehát ha úgy akarom, akkor ilyet bárki írhat, de mégiscsak jelent valamit, tehát hogy ez így önmagában van, létezik, vagy ez egy összeesküvés elmélet, aminek az az igazság alapja, hogy igen, az amerikai érdek volt, hogy ez így eszkalálódjon, és ebből Oroszország garantáltan meggyengülve kerüljön ki. Hát én nem tudom, hogy a Putyin az amerikaiaknak a játékát játssza el, nem tartom azért valószínűnek. Ezt pedig szórakoztatom. De én úgy gondolom, hogy az amerikaiaknak időzőjelbe kapora jött ez a háború több szempontból. Egy ilyen Kuwait szindrómát mondanék, ami azt hiszem, hogy nem nagyon szoktak emlegetni. A vietnami háború után az amerikaiaknak a nemzetközi mondjuk státusza és a hitelesség eléggé jelentősen megromlott. És ugye Kuwaittal rúgták vissza a történelembe Vietnámot, demonstrálták, hogy az amerikaiak mind birodalom, hegemon még mindig azok ellen hatékonyan tudnak fellépni, akik az amerikaiak által uralt, nagy részben uralt világrendet megpróbálják egy oldalon megváltoztatni. Én úgy látom, hogy az amerikaiaknak ilyen szempontból úgymond ez a konfliktus kapora jött Irak és Afganisztán után demonstrálni azt, hogy az amerikaiak által uralt világrendet egy oldalon megváltoztatni, amerikaiakkal szembe az eléggé jelentős költségekkel jár. Másodszor kihasználták ezt a háborút arra, hogy az Európai Szövetséget megerősítsék, ami azért nem volt már annyira szoros, hogyha emlékszünk a schröderi Sondervégre, az öbölháború idején, már a második öbölháború idején.
A NATO-t megerősítették, vagy megerősítik. A németek hirtelen találtak, vagy találni fognak 100 milliárd eurót, amit eddig nem nagyon találtak meg, és az a évtizedek ott húzódó, úgymond költségmegosztási, vagy tehermegosztási vita úgy tűnik, hogy az amerikaiak javára fog eldőlni. Igen, bocsánat, ez a 100 milliárd euró, ez a fegyverkezés, igaz? Igen, tehát az a 2%. Ugyanakkor meg érdekes módon én úgy látom, hogy ennek egyik járulékos vesztese az a Macroni stratégiai autonómia lesz, mert kiderül, hogy az amerikaiak nélkül az európaiak azért nem nagyon tudnak a labdába rúgni. Tehát az amerikaiak eléggé sok szempontból nyerni tudnak az üzleten, plusz, hogy Oroszországot meggyengítik, akkor adott esetben a két revizionista hatalom közül, Kína és Oroszország közül az egyik már gyengébb lesz, tehát az egész globális mondjuk hatalmi érdekekben az amerikaiak jobb pozícióba kerülnek, mint eddig voltak. Tehát legalábbis én ilyen tényezőket látok ebben a háborúban amerikai szempontból, de hát nyilvánvaló, hogy rendkívül sok olvasata van ennek az egész történetnek. És ugye, ha tehát itt módszertanulnak azt fontos hozzátenni, hogy az, hogyha kitör egy háború, és ebből egy nagy hatalom, mondjuk az Egyesült Államok, miután folyik a háború, elkezdi kidolgozni, mit tud vele kezdeni. Tehát ahogy Tamás mondta, javára tudja fordítani azt, ami történt. Ez nem azonos azzal, hogy az Egyesült Államok állt volna a konfliktus kirobbanása mögött. Tehát itt az összeesküvés elméleteket érdemes azért rövidre vágni. Tehát itt ugye két okból sem gondolom, hogy itt tényleg valamiféle amerikai machináció lenne, most túl azon, hogy Vladimirovics feltehetően nem amerikai ügynök. Tehát, hogyha valaki, akkor az orosz elnökről sejthető, hogy ő például nem az. Az egyik ok, amiért azt gondolom, hogy itt nincs mögötte ilyen típusú amerikai háttérmahináció háború kitörése mögött, az, hogy ugye már az előző amerikai adminisztrációnak is Kína volt a fő stratégiai fókusza. Most ez a konfliktus azt az Oroszországot, ami évek óta próbál manőverezni Kína és a nyugat között, tehát valamiféle hárompólusú játékot játszani. Ugye nem, tehát az orosz-kínai együttműködés az nem barátság, az nem egy intézményesített szövetség. Ez egy sokkal lazább és sokkal összetettebb történet ennél. Tehát ez a mostani háború, ez egy valamit biztosan el fog érni. A nyugattól, Európától elszigetelődő Oroszországot rátolja Kínára. Én nem nagyon látom, hogy egy Kínára fókuszál Egyesült Államoknak miért lenne érdeke egy kényszerből ugyan, de mégiscsak szorosabbá váló orosz-kínai együttműködés. Ez az egyik ellenérvem. A másik ellenérvem, és pont decemberi volt az idézet, amit mondtál, hogy az Egyesült Államok egészen egyedi stratégiával próbálta megakadályozni ennek a háborúnak kitörését. Ugye ez volt az, amit láttunk, és soha korábban senki ilyet nem csinált, hogy azonnal elkezdték nyilvánosságra hozni hírszerzési értesüléseket az orosz csapatok mozgásáról. Tehát gyakorlatilag jelezték Moszkvának, hogy Vladimir, látunk. Igen, a legutolsó harckocsit is látjuk. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes információs elrettentés volt. Ilyet korábban senki nem csinált. Én azt láttam december-január folyamán, még február elején is, hogy itt nagyon komoly amerikai erőfeszítések irányulnak arra, hogy ez a háború ne induljon el. Tehát én ebből a két okból nem gondolom, hogy itt amerikai machináció lett volna a háború kirobbanása mögött. Ja, és hát még egy dolog, ezt nem tudom, ez csak egy sejtés. Ugye Ukrajna újjáépítésének költsége, ugye egy csomó dolgot nem tudunk, nem tudjuk, hogy mi a helyzet a megszállt területeken, nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, meg hogyan. Tehát nagyon széles tartományban szólnak a becslések. De a költségbecslések, amiket most ismerünk, 650 milliárd és 1100 milliárd dollár között változnak. Ennyibe fog kerülni az újjáépíteni azt, amit eddig leromboltak, és amit eddig tudunk. Na most ezt nyilvánvalóan nem Ukrajna fogja egyedül kifizetni. Hitelt sem fog kapni ennyit, mert ennyi pénzt 100 év alatt sem fizet vissza. Tehát ez a fajta újjáépítés, ez a nyugati világnak felmérhetetlen összegbe fog kerülni, az Egyesült Államoknak is. Tehát itt megint csak nem látom azt, de mondom, ez még nyitott végű sztori, nem tudjuk a végösszeget. Nem látom azt, hogy az Egyesült Államoknak miért lenne jó egy ekkora költséget a nyakába venni, hiszen valahol azért a végén ezért amerikai adófizetők is fizetni fognak, nem is keveset. Tehát tényleg a szumma, nem gondolom azt, hogy itt amerikai háttérmunka vagy machináció lett volna a háború kirobbanása mögött, viszont abszolút egyetértek azzal, amit Tamás mondott, ha már megtörtént, akkor az Egyesült Államok viszont kihozza belőle a legjobbat. András, Oroszország
tényleg azt hiszi, hogy ő most a NATO-val harcol? Ugye keletkezett egy vicc, ez azért elég nagyot ment a magyar interneten is, hogy hány halottunk van, tudja elnök úr, hát már 20 ezer, de hát még ott sincs a NATO, ugye. Miközben ugye a NATO-val harcolnak. Lehet, hogy nem vagyok jó viccmesélő, de valami ilyesmi a vicc lényege. Szóval, hogy ez Oroszországban egy abszolút valid gondolkodás, ez ott most a mainstream, hogy ők igazából tényleg az egész világ ellen mennek most gyakorlatilag. Én viszont szeretek viccet mesélni, úgyhogy nem úszátok meg. Tehát a vicc az nagyjából úgy hangzik, hogy két orosz beszélget, ugye az egyik az nem sokat tud a világról, van olyan vezető, hogy űrhajós emberünk, és éppen most jött le az űrállomásról, hogy hát mi újság? Hát úristen, hát háborúban állunk a NATO-val. Úristen, és hogy állunk? Hát te igazából nem jól, elvesztettünk 28 ezer embert, 700 harckocsit, elvesztettük az ászlós hajunkat, elvesztettünk 3 ezer páncélozott járművet, hú, ez nem hangzik jól. És a NATO, ja, a NATO még meg se érkezett. Tehát, hogy körülbelül így hangzik a vicc. Az érdekes, hogy Oroszországban nagyon sokféle közvéleménykutatás van. Ugye ez egy 140 milliós óriási birodalom, nagyon komoly matematikai hagyományokat, tehát értenek ezekhez. Ugye a közvéleménykutató intézeteket centralizálták, benyomták kormányzat irányítás alá, de azért van a Levada központ, ami tekinthető függetlennek, vagy annyira függetlennek, amennyire orosz viszonyok között független lehet valami. Külföldi ügynök. Az egy dolog. Ez tulajdonképpen a függetlenség egyfajta pecsétje. Tehát, hogy külföldi ügynök, lepecsételt külföldi ügynök és FSB ügynök egyszerre mondjuk valószínűleg nem nagyon lehetsz. Na, ami az érdekes. A Levada szokott olyan méréseket csinálni, hogy kik Oroszország barátai, de olyat is, hogy kik Oroszország ellenségei. És ez iszonyú érdekes, mert hogy ellenségként első helyre ki lehet találni, hogy kifut be az Egyesült Államok. 60-70% tekint Egyesült Államokat ellenségnek, a NATO-t jellemzően kevesebb, mint 10%. Tehát az orosz társadalom ellenség képében az Egyesült Államok áll első helyen, és a NATO-t a mérések alapján az orosz társadalom jelentős része is így tekinti, sőt az orosz elit is, hogy persze-persze van a NATO, meg van neki 29 másik tagja, de alapvetően azért ez egy amerikai báb. Tehát, hogy a NATO-t nem tekintik önálló aktornak, a NATO-t az Egyesült Államok hatalmának egyfajta kiterjesztéseként értékelik, és amikor ők azt mondják, hogy a NATO-val állnak háborúban, akkor nekem erős a gyanúm, hogy ez az elit, ez most minden tiszteletem a kisebb NATO tagállamokért, tehát hogy a Szlovénia és Izland haderejére beszéltünk itt elsősorban, tehát amikor Oroszország a NATO-val áll hadban, akkor nem a szlovén és izlandi fegyveres erőkkel van a baj, hanem mondjuk az Egyesült Államokra gondolnak itt mögött. Tehát ilyen szempontból az is fontos, hogy kikből áll ez az orosz elit. Ezek olyan emberek, akik a Szovjetunióban nőttek föl, ugye Putyin 52-ben született, még a legfiatalabb a top elitből Igor Széchin, de ő is 60-as. Tehát ők ebbe a hidegháborús bipolaritásban nőttek bele, és számukra az első számú ellenfél, a fő ellenség az a mai napig az Egyesült Államok, rengeteg kisebb-nagyobb konfliktust úgy fognak föl, hogy ez az Egyesült Államokkal való vetélkedésünknek egy-egy mellékfrontja. És orosz szempontból ez az ukrajnai háború is sokan hajlanak arra, hogy itt Ukrajna igazából csak hadszíntér, ugye ezt a magyar interneten is olvassuk, hogy Ukrajna csak hadszíntér, de itt valójában a háború az Egyesült Államok és Oroszország között folyik. Nekem az a fő bajom ez az Ukrajna hadszíntér elmélettel, hogy egyrészt túlságosan leegyszerűsítkettő, azt feltételeznénk, hogy Ukrajna, hogy egy 600 ezer négyzetkilométeres 44 milliós ország, hogy ez nem aktor, hogy ez nem cselekvő szereplő, hanem Ukrajnával csak úgy történnek a dolgok, de hogy nem cselekvő szereplő. Igen, csak azért, amikor már az M777-es vontatott tarackok lődöznek a frontvonalon, meg javelinekkel lövik ki az orosz harckocsikat, és még ki tudja, hányféle nyugati fegyver érkezik be folyamatosan Ukrajnába, akkor miért ne gondolják ezt egyre többen? Gondolhatják, de ezzel együtt az, hogy haditechnika érkezik, ez nem azt jelenti, hogy Ukrajna teljes egészében azt csinálná, amit a nyugat mond neki. Tehát valószínűleg nagyon sokan lennének boldogok nyugaton, sőt valószínűleg az én életem is egyszerűbb lenne, hogyha Ukrajna nem cselekvő szereplő lenne, hanem tényleg csak szolgáljon tenni, amit mondanak neki. De egyébként már 2004 óta, az első Majdan óta ez a probléma, hogyha nagy geopolitikai játszmákban gondolkodunk, hogy Ukrajna igenis cselekvő szereplő, és ráadásul nem is egy egységes szereplő, hanem sok különféle elit csoport játssza a saját kis játékait, és nagyon ügyesen játsszák ki a saját belső küzdelmeik érdekében egyébként a nyugatot is. Tehát például az, amit itt ebben a mostani háborúban, ahogy Ukrajna megjelenik egy olyan szerepben, áldozat szerepben, ami gyakorlatilag teljesen binárissá teszi a közvélemény felfogását, miközben semmit nem tudunk a másik oldalról, mert azok az információk nem jutnak el hozzánk.
és nagyon ügyesen érik el az ukránok, hogy a nyugati közbeszédben is elsősorban az ő narratívájuk érvényesül. Nyilván morálisan nekik van igazuk, jogilag is nekik van igazuk. Elemi biztonsági érdekünk, hogy Ukrajna megmaradjon. De ezzel együtt a helyzet sok szempontból komplexebb ám annál, mint amit egyértelműen az ukrán narratíva átvétele jelent. Tehát itt Ukrajna igenis cselekvő szereplő, és nagyon ügyesen manipulálja egyébként a mi közvéleményünket is. Ez nem morális kérdés, hogy ez jó-e vagy nem. Ukrajna háborúban áll, ezt kell tennie. Én itt azt próbálom mondani, hogy egyébként elég sikeresen teszi. Tehát igenis cselekvő szereplő szerintem, és persze örömmel használ nyugati fegyvereket, de még a nyugati fegyverekről még egy dolog. Rengeteg fegyver megy, a fegyvernél is lényegesebb az információ. Tehát ugye az, hogy valós idejű actionable intelligence-t kapnak, sőt targeting intelligence-t kapnak, tehát olyan hírszerzési értesüléseket, amelyek annyira pontosak, hogy annak alapján mondjuk tüzérségi csapást is lehet indítani. Ez lesz, meg ez zajlani is fog. De harcolni azért mégiscsak az ukránok harcolnak. Tehát nem az van, mint mondjuk a szovjetunió-afganisztáni háború alatt, ahol százával, hanem ezrével voltak amerikai idézőjeles tanácsadók, akik bizony ott voltak a fronton. Itt az ukrán hadsereg harcol. Ha ez nem cselekvés, akkor mi? Annyit fűznék hozzá, hogy a manipulálásról eszembe jutott annak idején, amikor az öbölháború volt, akkor azt mondták, hogy Saddam Husseinnek három fegyvere van. Az egyik a SCAD rakéták, ez a 91-es, a második a republikánus vagy gárda, tehát és a harmadik pedig Peter Arnett, a CNN tudósító. De most hasonlóképpen azt hiszem Ukrajnában is többfajta fegyver van, és végén ott van a CNN és a többiek, akik ugyancsak eléggé jelentős mértékben részt vesznek ebben a manipulációban. Tehát azért, hogy úgy mondjam, nincsen teljesen új a nap alatt, vagy a hold alatt, attól függ, hogy most nappal vagy éjjel van. Itt, bocsánat, csak mert többször is előjött a Majdan, mint előzmény, meg mint az az eseménysorozat, ami ugye András is az előbb említett, hogy 8 éve tartó fegyveres konfliktus van, itt voltak közben forradalmak, stb. És azt elemzik, vagy vérmérséklettől függően emelik ki sokan, hogy itt Ukrajna műveleti területté vált, nyugati, USA, hírszerzési és egyéb titkosszolgálati, meg mindenféle műveleti területté, és ennek ez vastagon benne van abban az eszkalációban, amit látunk. És igazából csak a kérdésem csak az, hogy nyilván ez nyilván igaz, emögé egy csomó tény betehető, de hogy, és akkor azért jó, hogy egy USA és egy Oroszország szakértő is el tudja ezt mondani, hogy gyakorlatilag az aténi spártai vetélkedés óta látjuk, hogy ennek van egy normál szintje. Tehát amikor nagy hatalmak egymással szemben felállnak, és akkor nézik egymást jobbról balra, hogy akkor ebből most mit lehet kihozni. De hogy túllépette ebben az USA, és befolyásolta-e úgy konkrétan az ukrajnai belpolitikai eseményeket, erőviszonyokat, hogy annak a megváltoztatása már túlmegy azon a beavatkozási szinten, ami mondjuk, nem tudom, történelmileg, diplomáciailag, külpolitikailag, egyéb szempontból a vörös vonalat jelent, vagy nem? Hát két dolgot mondanék. Ez a Sparta, Athén, Párzom, Efreg, a Egyesült Államok és Kína viszonyában nagyon népszerű most, divatos ez az Ellison-féle tukudítés csapda. Oroszországgal kapcsolatban ezt nem hallottam, de elképzelhető a dolog. Másodszor pedig annak idején azt hiszem, hogy körülnézek, már csak én emlékszem arra, hogy a 89 előtt voltak ilyen kitűtődve Szovjetunióról című vetékedők, és akkor a válasz az volt, hogy a CIA. Na most a kérdésére válaszolva, hogy most az amerikaiak mennyire folytak bele az ukrán belpolitikába, milyen szinten, kik, és hogyan, hát azt hiszem a válasz az, hogy a CIA tudja talán legjobban. Sokfajta ilyen úgymond városi folklór jellegű dolog terjenk, hogy voltak olyan kormányülések, hogy angolul beszéltek, mert jobban tudtak ott a kormánytagok angolul, mint ukránul, meg nem tudom ilyenek, meg hát van ez a
híres elhírású telefonbeszélgetés Viktor Nuland és Jeffrey Pyatt között, amikor összeállították az ukrán kormányt annak idején, majdan után, hogy a Jaszenyuk legyen a miniszterek, és a Klics legyen a főpolgármester, és hát láss csodát, ők lettek a miniszterelnök és a főpolgármester, és így tovább. Szóval biztosan én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy amit látunk, az olyan, mint a jéghegy, és a 9/10 az ott a mélybe zajlik, vagy nem is 9/10, de elég jelentős mértékben a mélybe zajlanak a dolgok, és semmi sem pont úja az, mint aminek látszik. Tehát András itt mondta ott a manipulációt, és így tovább. Igen, valami egyetemi órán megkérdeztek, hogy most melyik fél hazudik, azt mondta, hogy mind a kettő. Hát ez ennyi. Hát háborúban az első áldozat többek között ez, és ilyenkor mindig eszembe jut a második világháborúból, illetve utána egy japánt megkérdeztek, hogy hát hogyan érték meg a háborút, és hát hogy tudták, hogy hogyan alakul a háború, és mondja, hogy hát ők olvasták ezeket a jelentéseket, a győzelmi jelentéseket, de egy kicsit gyanús lett nekik, hogy közelebb verik meg Tokióhoz az amerikaiakat. Tehát itt is a kérdés az, hogy most a Donbaszba egyre közelebb verik meg az oroszokat, vagy az ukránok már orosz területeket bombáznak, vagy nem bombáznak, és így tovább. Hát a háború köde az itt mindent elborít, és erre ráömlik ez a masszív manipuláció. És ugye a néhány ilyen érdekesség, ugye második Majden utáni ukrán történetéből többek között azért volt angol a kormányülések egy része, mert a második Majden utáni ukrán vezetés az egészen egyedi dolgot csinált, elkezdett külföldről behozni minisztereket. Tehát volt grúz belügyminiszter helyettes, volt Litvániából jövő gazdasági vezető, és egyszerűen ugye két opció volt. Szakasvili Odesszában. Ugye Szakasvili nyelvzseni volt, tehát ukránul is megtanult, de a többiekkel ugye lehetett volna vagy oroszul beszélni, de az azért mégiscsak gáz, vagy akkor maradt az angol. Tehát volt ennek egy ilyen technikai oka. Na most még egy módszertani dolog, a befolyásolás és az irányítás, ez két külön dolog. Természetesen az Egyesült Államok képes volt befolyásolni az ukrán külpolitikát, de az, hogy egy végkimenetelt meg tudjon határozni, ezzel kapcsolatban nekem azért kétségeim vannak. Van egy remek kétségem, amit úgy hívják, hogy Viktor Janukovics. Tehát az, hogy 2010-ben az a Viktor Janukovics meg tudja nyerni az ukrán elnök választást, akinek, tehát ha van orosz proxy, ha van orosz báb, na ez volt Viktor Janukovics. Tehát ha az ukrán belpolitikát tényleg az Egyesült Államok irányította volna, akkor Viktor Janukovicsból soha nem lesz elnök. De emberünkből mégiscsak lett elnök. Sőt, már az első Majden után is. Ugye az első Majden után ugye a Viktor Juschenko, Julia Timoshenko páros kerül ugye a hatalomra. Nekem is volt annak ide Julia Timoshenkós pólóm, 24 éves voltam, hittem egy csomó mindenben, ez így nagyon-nagyon menőnek tűnt, hogy végre történik egy demokratikus változás. Azért Julia Timoshenko trafikosként indult, aztán hogy nem bekerült a gázkereskedelembe, és gázhercegnő néven csinált karriert. Tehát itt, ha tényleg itt az Egyesült Államok határozná meg, hogy az ukrán politika mi történik, akkor azért nagyon sok kanyart le lehetne vágni. Igen, nem ez történt. Igen, hát az ukrán helyzetre, meg hát az orosz helyzetre is jellemző az a persze apokrif távirat, amit által 2010-ben küldött Putyin Viktor Janukovicsnak, hogy hát kedves Viktor, 2050-ben lesznek a választások, és még nem tudjátok, hogy ki győz. Hát micsoda demokrácia van ott. Tehát szóval nagyjából ez lefedi az ukrán-orosz mondjuk politikai légkört. És ugye ezek a kanyarok, amik történnek az ukrán belpolitikában, ez megint csak azt támasztja alá, és itt jön, ugye milyen jó kitaláltam ezt előre, amit mondtam korábban, hogy Ukrajna igenis cselekvő aktor ebben a történetben. És ott az ukrán oligarcháknak az tűnt jobb megoldásnak, hogy igenis Janukovicsot és a régiók pártját hozzuk vissza hatalomba 2010-ben, mert velük még mindig könnyebb együttműködni, mint az egymás szanaszét maró narancsos vezetéssel, aki az első Majdannak került hatalomra. Tehát igenis cselekvő aktor Ukrajna, ami mindenkinek megbonyolítja az életét, de hát ez van, ezzel kell főzni. Hadd kérdezzek egy furcsát, lehet, hogy első hallásra az. 1994. december 5-én megszületett a budapesti memorandum. Ez ugye
nagyon egyszerűsítve arról szól, hogy Ukrajna és egyébként még Belarus, illetve Kazahsztán feladja a nukleáris arzenáját. Cserébe az aláíró felek, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország a területi integritást és a szuverenitásukat garantálják. Ez ugye sérült azzal, hogy 2014-ben megszállták a Krímet, aztán lehasítottak Donbaszból területeket, most pedig tovább támadják Ukrajnát. A szerződés szelleméből nem következik-e az az Egyesült Államok számára, meg a többi nagyhatalom számára, hogy akkor tenni valamit azért, hogy a szerződésben vállalt garancia Ukrajna területi épségét illetően az teljesüljön? Hát én nem tudok olyanról, hogy itt kötelezettséget vállaltak volna, hogy adott esetben azért óvatosabbak voltak annál, óvatosabb dolgok voltak annál, hogy olyan kötelezettséget vállalk, amit legalábbis főleg akkor is úgy gondoltak, hogy ezt nem hiszem, hogy be tudják tartani, mert hogyha fölteszik az embereknek a kérdést Kansasbe vagy Oklahomába, hogy ki akar meghalni Mariupolért vagy Kijevért, nem hiszem, hogy túl sokan jelentkeznének, vagyis jelentkeztek volna akkor. Ez egy valóban egy elvi dolog volt. Az amerikai orosz úgy mondták, nem tudom, lehet ilyet mondani, mézes hetek, vagy hónapok, vagy éveknek az időszaka volt. Ugye volt ez a non-lugar törvény, amiben az amerikaiak több százmillió dollárt adtak az oroszoknak, hogy leszereljenek nukleáris létesítményeket, rakétákat, megsemmisítsenek, visszavigyék Kazahsztánból, Ukrajnából, Belarusból a nukleáris rakétákat. Akkor ugye úgy tűnt, ez volt a Bushi új világrend, és nem akarok ilyen veszőparipát faragni Kuwaitból. Ugye az volt a klasszikus eset, amikor a történelme először és feltétlenül jövődék utoljára a biztonsági tanács tagja egyhangon szavazott. És úgy tűnt, hogy hát itt most kitör a világbéke. Hozzátenném még azt, hogy az amerikai stratégia, és ez érdekes felvetés, hogy a globalizáció ugye az amerikaiaknak az egyik hát alapvető stratégiai érdeke volt, és úgy tűnik, hogy a globalizációnak többek között két nagy nyertese volt, az egyik Kína, amely följött, és az amerikaiak megteremtettek egy nagyon erős vetélytársat maguknak. Sok úgy gondolják, hogy a jelenlegi háborúnak az egyik következménye az lesz, hogy ezek az ellátási láncok majd meg már eleve sérültek a Covid alatt, most a háború alatt a kínaiaknak is van egy olyan stratégia, hogy nagyobb mértékben próbálnak belső forrásokra támaszkodni, és nem külső forrásokra. Említettük korábban ez az amerikai, európai, atlanti közösség összezárása, tehát az kialakulhat egy tömb itt szembe a mondjuk a revizionistákkal. Hozzá kell tennem különben azt, hogy egy kicsit csalóka a kép, mert amikor azt mondjuk, hogy hát Oroszország ellen mennyien léptek föl, az igazság az, hogy a világországok egy kisebbsége lépett föl, tehát nagyon sokan ülnek a kerítésen és várják, hogy mi lesz az eredménye, főleg Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában, és közülük néhányan egyenes az oroszoknak adnak igazat. András, budapesti memorandum, tehát ha én mondjuk egy ukrán politikussal készítenék interjút, aki nekem, mint magyar újságírónak a figyelmembe ajánlja a budapesti memorandumot, akkor nyugodtan mondhatom neki azt, hogy elnézést, de hát nincs benne garancia, vagy nincs benne kötelezettség? Hát ha igazán jól akarod csinálni, akkor úgy beszélsz, hogy tisztában vagy a különbséggel, hogy a biztonsági garancia és a védelmi garancia között mi a különbség. A Budapest memorandum az arra adott garanciát, hogy az aláírók nem sértik meg Ukrajna területi integritását. Nyilván senki nem gondolt, hogy Franciaország gondol egyet, és egy Napóleont újra játszva, majd hirtelen megsérti valahogy Ukrajna területi integritását, tehát meg a britek sem. A Budapest memorandum az arra adott garanciát, az aláírók egyike sem, ki a leglényegesebb nyilván Oroszország, hogy tiszteletben fogja tartani Ukrajna területi integritását. Ideértve ugye a Krímet is.
ugye akkor tehát a biztonsági garancia tehát arra vonatkozik, hogy én magam nem fogom megsérteni a másik ország területi integritását. A védelmi garancia lenne az, hogy én nem sértem meg, és ha bárki más megsérte, akkor harcolok érte. A Budapest memorandumban ez a második, ez nincs benne. Tehát ha ukrán politikussal beszélsz, neked nem is kell mondani, hogy el fogja mondani, ebbe biztos lehetsz, hogy Oroszország hányszor sértette meg azokat a saját nemzetközi kötelezettségvállalásait, amelyek arra vonatkoztak, hogy tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, a helyes választ 4 vagy 5. Mert ugye volt a Szovjetunió felbomlását kimondó megállapodás, ami így a tagköztársasági határokat rögzítette államhatárként, volt a Budapest memorandum, volt az orosz-ukrán barátsági szerződés 97, Fekete-tengeri flotta állomásosztatásáról szóló megállapodás szintén 97, és utóbbinak volt egy 2010-es meghosszabbítás, ugye a Harkivi megállapodás. Tehát a Budapest memorandum betűjét egyébként Oroszország sértette meg azzal, hogy először a Krímet támadta meg, és ugye csatolta magához törvénytelenül, majd pedig ugye a Donbaszt. Magyar is Tamás az előbb oklahomai és kansasi állampolgárokat, szavazó polgárokat vizionált. Ők nem kérdezik meg most azt, hogy miért kell nekünk 40 millió dollárt Ukrajnának felajánlani, meg a saját haditechnikánkat oda küldeni, és kvázi, ha nem is közvetlen hadviselő féllé válni, de mégiscsak belefolyni egy konfliktusba. A többség támogatja, és hát az igazság az, hogy azért 40 milliárd dollár az amerikai 221 billió dolláros GDP mellett, ezért ez egy veszőhiba, úgymond. Másodszor pedig hát ezeket a dolgokat pótolni kell, ami munkahelyeket jelent, és így tovább, tehát ebben nem fognak az amerikaiak tönkre menni. Nyilvánvaló, hogy morális, jogi és egyéb szempontból ez adott esetben még az amerikai választópolgároknak a mondjuk az öntudatát is erősíti, hogy igen, mi kiállunk az értékek és a nemzetközi jog és a nemzetközi rend mellett, még akkor is, hogyha ilyen távoli helyről van szó, és nincs közvetlen érdekünk benne, de hát mondtam, hogy azért itt az amerikaiaknak eléggé sok érdeke van, de hát ezek az emberek általában szoktak belegondolni ilyenekbe, főleg úgy, hogy volt egy felmérés, amikor kitört ez az egész konfliktus, és az amerikának a többsége Ukrajnát, Tunézia, meg Nagy-Britannia, meg Skandinávia helyén keresgélte. Tehát amikor Oklahomáról és Kansasről beszélek, akkor hát nem akarom azt mondani, hogy ott rögtön első blikre rátalálnának Ukrajnára. 600 ezer négyzetkilométer, ez mit tudom én, kisebb talán, mint Montana állam, vagy nagyjából akkora, tehát... Amikor a farok csóválja, vagy Wag the Dog című film jut eszembe, amikor ugye az a hamis hír ötlődik ki az elnöki stábba, hogy mondjuk azt, hogy Albánia megtámadta Kanadát, és akkor, de miért pont Albánia? Hát meg az, úgyse tudják, hol van Albánia, nem? És tényleg bejött át. Igen. Viszont csak hogy így már a műsor vége felé kanyarodva még egy komoly dilemmát is behozzak. Itt két értelmezés szokott feljönni az amerikai szereppel, vagy az amerikai erőpozícióval kapcsolatban, és az egyik az azt mondja, hogy ez az unipoláris világrend, világrendőrsége, Amerika kommandó, az mindenhol, tehát gyakorlatilag mint egy ilyen szupererő, aki befolyásolja egyrészt Putyint, másrészt nyilván a báb kormányát Kijevbe, és még az Európai Uniót is kontrollálja, tehát egy ilyen sátáni világerő. A másik értelmezés azt mondja, hogy amiért az egész konfliktus az mutatkozik meg, hogy Amerika gyengül. Tehát tulajdonképpen az afganisztáni fiaskó, vagy hogyha nézzük egyébként a Minszki megállapodást, ami arról szólt, hogy a nyugat tulajdonképpen, hát hogyha úgy nézzük, belement abba, hogy az oroszok beleharaptak Ukrajnába, ez így oké, elfordítjuk a fejünket, csak menjen tovább a gáz, menjen tovább a biznisz, ne kelljen ezzel annyit foglalkozni, elfordítjuk a fejünket, és ebbe Amerika is hallgatólagosan ott van. Melyik értelmezés, amelyik inkább helyes? Tehát egy gyengülő Amerika adja a kulisszáit ennek az egész konfliktusnak, vagy egy érdekérvényesítő, újra és újra benyomuló, háttérből a szálakat mozgató USA van itt? Hát a gyengülő Amerika, hát rengeteg
talán egy tintatengert, vagy most már nem tintát használnak, nem tudom, tengert használtak el erről az amerikai hanyatlás. Ez szerintem kicsit túl van dimenzionálva, nekem ilyenkor eszembe jut Mark Twainnek ez egyik novellája, aminek a címe az, hogy a halálról szóló hírek kissé túlzottak. Tehát azért az Egyesült Államok, hogyha a hatalmi spektrumot végignézzük, a kemény hatalomtól a puha hatalom még mindig azért elég jó helyen áll. Plusz még hozzátenném azt, hogy jó helyen áll a szövetségi rendszer tekintve, mert egy ország önmagában az nem nagyon áll meg. Az Egyesült Államoknak kb. 600-nál több katonai létesítmény van a világon, 51-nány hivatos katonai szövetségese, plusz még ugye hát rengeteg más ország, és hozzátenném azt, hogy az Egyesült Államok egy szolgáltató hegemon vagy birodalom. Tehát a félvilág, most ez egy ilyen metaforikus dolog, most nem tudom pontosan hány országnak egyszerűen az Egyesült Államoknak a jelenlegi szerepe, hogy bizonyos mértékben nyilván nem mindenhol avatkozik be, de a világrendet segíti fenntartani, az abszolút jól jön. Tehát, hogyha csak az európaiakat nézzük, ugye ez a ingyen ebédet ettek hosszú időn keresztül, a németektől kezdve sok mindenki, tehát jól jön. Vagy hogyha megnézzük az úgynevezett globális közös tereket, amelyeknek a biztosítása a nemzetközi tengeri útvonalak, és itt rább az amerikai biztosítás mellett zajlik. Tehát egy szolgáltató a birodalom. Nyilvánvalóan ezt nem ingyen csinálja, mint világ elvtársának idején, amerikai is időnként kérnek valamit, de végül is ez a létrehozott világrend, ez nem úgy néz ki, hogy mindenki elégedetlen. Nyilván vannak olyanok, hát említettem Kínát és az oroszokat, akik revizionisták, de hát mindig van revizionista hatalom. Na most az, hogy az amerikaiaknak ez a gyengesége, ez miben nyilvánul meg. Nyilvánvaló, hogy esetleg jobban megválogatják azt, hogy hol vatkoznak be. Obamától kezdődően ez a arcvonal szűkítették, úgymond közel keleten. Trump ugyanezt csinálta, de érdekes módon könyvben Trumppal kapcsolatban megjegyzik, hogy ő volt az, aki megpróbálta az oroszokat és a kínaiakat valami módon gazdaságilag kicsit visszafogni a kereskedelmi háborúra, illetve mondjuk az északi áramlat kettes ellenzésével. Szóval én nem hinném, hogy világcsendőre lenne mindenhol, nem mindenhol avatkozik be, érdeke, hogy kívánják, ki van beavatkozik, de mindenki ezt csinálja. Tehát ki tudja, ki meg nem tudja, Ara János a mérvadóit, de hát azt hiszem, hogy mindegyik birodalom vagy hegemon így viselkedett, és hát hozzátenném azt, hogy az Egyesült Államok, mint hegemon, azért eléggé jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy azért az utóbbi 70 évben nem szabad elfelejteni az hihetetlen fejlődés, életszínvonal emelkedés, sok minden zajlott le, minden komoly a konfliktus nélkül. Igen, és a szolgáltató hegemon, vagy szolgáltató nagyhatalom logikáját folytatnám, ugye orosz analógiával. Tehát azért, hogy Tamás mondta, az Egyesült Államoknak van 50-valahány hivatalos szövetségese, meg egy csomó másik baráti ország. Oroszországnak hány hivatalos katonai szövetségese van? Úgy igazán, aki szoros szövetségés, az egy, Belarus, nekik meg muszáj, és ugye van a kollektív biztonsági szerződés szervezete olyan globális hatalmakkal benne, mint Örményország. De ugye a kollektív biztonsági szerződés szervezete nem, az nem egy ellen NATO, sokkal gyengébb, mint a NATO. Tehát, hogy az orosz rendszer, vagy Kínának hány hivatalos katonai szövetségese van? Ugye gyanítjuk, hogy az sem az 50-es nagyságrend. Tehát ez a másik két hatalom, ez egyszerűen kevesebbet ad a nekik, a velük egyoldalon állóknak. Ugye az egész szovjet blokkot, ugye mi tartotta össze? Úgy alapvetően egyébként a fegyveres erőszak. Tehát a keleti blokkhoz egyetlen ország sem jó szántából csatlakozott. A második világháború után idejött a szovjet hadsereg, és itt maradt.
senki nem gondol, tehát mindig egy NATO, egy NATO csatlakozást népszavazással döntöttünk el. A lakosságunk úgy döntött, hogy már pedig mi ezt az irányt szeretnénk választani. Európai Unió ugyanez. Tehát nem az történt, hogy jött Uncle Sam és belenyomta az M16-ost a szánkba, hogy már pedig így kell szavazni. A szovjet hadsereg és a keleti blokkba annak idején fegyveres erőszak hatására kerültünk. És meg lehet nézni, hogy a 45 utáni magyar kormányok hogyan próbálkoztak, hogy ebből az egészből valahogy kiszabaduljon, de hát nyilván nem volt esélyük, ismerjük a történetet. Tehát a keleti blokk az egészen másképp épült föl, az nem egy szolgáltató típusú világhatalom volt. Adott valami minimális, hatod ne halljunk éhen, de körülbelül ez volt a vége. Ehhez képest egy Egyesült Államok az egyszerűen jobban megéri abba a szövetségi rendszerbe tartozni. És nem tudok olyan példát, hogyha valaki mondjuk el akart volna határolódni ettől a szövetségi rendszertől, mert mondjuk lett volna egy olyan kormányváltás, ami mondjuk Amerika ellenes, akkor az Egyesült Államok mondjuk fegyveresen beavatkozott volna. Tehát emlékezhetünk, Portugáliának volt egy időszak, amikor volt egy nagyon-nagyon erősen balos kormány, akkor felmerült, hogy a portugálokat a NATO titkos információ cseréből ki kelljen zárni, de ez volt a maximum. Tehát senki nem gondolta azt, hogy akkor most újra játsszuk a nagy felfedezés korát, és elfoglaljuk Portugáliát, tehát a másik irányba megyünk. Fel nem merült, hogy fegyveres megtorlás lenne azért, mert valaki távolodni akar, vagy lazítani akar ezen a szövetségi rendszeren. Tehát ez egy borzasztó nagy különbség. Ha valaki az orosz szövetségi rendszerből ki akar lépni, hát én hirtelen nem nagyon tudok olyan országot mondani, ami ezt a fegyveres beavatkozás nélkül megúszta volna. Tehát alapvető különbség van abban, hogy ezek a rendszerek hogyan épülnek fel, és mit adnak azoknak a pici országoknak, amelyek ezek a nagy gravitációs pontokhoz orientálódnak. Tehát ez a szolgáltató nagyhatalom, a szolgáltató hegemon, ez borzasztó fontos megérteni. Utolsó indikátorom, mik a bevándorlási mutatók? Tehát hányan vándorolnak be Oroszországba azért, mert Oroszországban jó élni? Hogyne, Tadzsikisztánból sokan. De mondjuk Európából vagy a Balkánból nem annyira, vagy a Balkánról nem annyira. Egyszerűen nem attraktív az a modell. Az Egyesült Államok viszont egy kifejezetten attraktív modell, lásd agyelszívás, mi egymás. Tehát még az egyes állampolgár szintjén is egyszerűen másképp működnek ezek a rendszerek. És tökéletesek ezek a rendszerek? Nyilván nem. De kis államként ugye nagyon szép hosszú könyveket írnak, hogy mik a jó kis állami biztonsági stratégiák, és amennyiben az önállóan garantált semlegességet meg hasonlókat elvetünk, akkor valahova orientálódni kell. És az a tapasztalat, hogy itt Európában az országok saját akaratukból úgy döntenek, hogy inkább az Egyesült Államokhoz orientálódnak. Na most, ha demokraták vagyunk, már pedig gondolom, hogy azok vagyunk, akkor ezt azért illik tiszteletben tartani és figyelembe venni, és nem nagyon van kivétel. Tehát ugye van egy-egy olyan eset, amikor egy NATO népszavazás, vagy egy NATO bővülés egy picit lassabban megy, majd most meglátjuk a finneket, meg a svédeket, de azért olyan, hogy itt tényleg valaki szanaszét blokkolná ezt a szövetségi rendszert, ilyen azért nem szokott történni. Csak egy pillanat rendszer ütött eszembe, hogy az elején beszéltünk arról, hogy az Egyesült Államok esetleg mennyit nyerhet. Rendszer szinten azt nyerheti, hogy mondjuk a világ elé tárul egyfajta alternatív, vagy az Egyesült Államok vezette világ mindenfajta tökéletlenségével együtt, vagy pedig egy olyan világ, ami egy ilyen oroszok vagy orosz mentalitás által diktált világ, ahol sokkal mesztelenebbül és keményebben érvényesítik az érdekeket, és elmennek akár a fegyveres beavatkozásig is. Tehát ez is egy alternatíva, hogy mondja egy ilyen világ, vagy pedig egy olyan világ, amiben hát nyilván az amerikaiak sem voltak szentek, azért volt itt Irán, meg sok minden egyéb volt, de hát akkor is azért nem lett hozzá a 56-os mondjuk orosz beavatkozáshoz hasonlítani a amerikaiaknak a támogatását, mondjuk a kontráknak, vagy nem tudom, ilyen szervezeteknek. És még egy dolog, bocsita, hogy nyilván az Egyesült Államok sem szent. Mondok ukrán példát. A Majdan után, ugye ha megnézzük, hogy az ukrán nemzeti légitársaságnak, a Ukraine International Airlinesnak milyen gépei vannak, Boeing gépei vannak, több mint 40 darab. Vehettek volna Airbust, de Boeinget vettek, mert az tűnt geopolitikailag kifizetődőnek. Persze, ilyen dolgok vannak. De ha mondjuk történetesen Airbust vettek volna, akkor sem bombázza le őket az Egyesült Államok. Tehát, hogy nyilván az Egyesült Államok sem szent és érvényesíti a saját érdekeit, de egyszerűen több beleszólása van a kisebb országoknak, tehát kölcsönösebb ez a dolog, mint ami Moszkvába kapcsolatban történne. Iszonyú fontos különbség.
műsorunk végéhez közeledünk, egy utolsó kérdés. Május 25-e délután van, szerdán, a háború 91. napján. Andrással itt beszélgettünk a legutóbbi hírekről itt az adás előtt, ami az volt, hogy T-62-es harckocsik indulnak Ukrajna felé. Nekem ez első olvasatra elég röhelyesnek tűnik, hogy 50-es években fejlesztett haditechnika megy 2022-ben egy háborúba. Neked volt rá egy másik megfejtésed, ezt kérlek, hogy mondd el, és egy, tényleg egy nagyon rövid áttekintést, hogy hogy áll most a helyzet a fronton. Figyelj, a helyzet úgy áll, hogy Oroszország felőrléssel akarja megtörni az ukrán ellenállást. Egyszerűen fel akarják őrölni, ki akarják véreztetni az ukrán hadsereget. Ehhez az oroszoknak sincs elég katonájuk. De ugye mindig arról beszélünk, hogy az, hogy nincs elég katonájuk, az addig igaz, amíg nem mozgósítanak. Már egy részleges mozgósítással is be tudnak hozni erre a frontra több tízezer olyan katonát, akinek ugye ukrán oldalon már nem lesz ellenpárja. A T-62-esek előhozása a raktárból az ezért lényeges, mert a T-62-es harckocsik azok a tartalékos erőkhöz vannak beosztva. Tehát az, hogy előhozzák a T-62-eseket, az azt jelzi, hogy itt elkezdődik valamiféle mozgósítás. Lehet, hogy nem deklarálják, de ezzel együtt is egy részleges mozgósítás sajnos úgy tűnik, hogy benne van a pakliban. Márpedig, ha ezt végig tudják vinni, ehhez kell néhány hónap. Tehát be kell hozni a tartalékos, kell neki egy emlékeztető képzés, össze kell őket kovácsolni legalább alegység szinten, de néhány hónap alatt ezt végig tudják vinni. És a keleti front már most rosszul áll. Tehát ott abban a dombasszi kiszögellésben az orosz erők a dombasszi kiszögellés délkeleti csücskénél, Papasznánál áttörték az ukrán frontot, az ukrán vonalakat. Most gyors ütemben haladnak onnan északnyugat fel, ugye Sziversk irányába. Itt most benne van a pakliban sajnos az, hogy az ukrán erőknek nagyon jelentős kontingensét fogják bekeríteni ennek a kiszögellésnek a csücskében Szeverodonyecknél. Ugye itt a jelentős erők az 4 dandárt jelent. Az több mint 10 000 ember. Tehát itt, ha a következő néhány napban eldől, hogy ennek a bekerített 4 ukrán dandárnak mi lesz a sorsa, ha ezt az oroszok végig tudják vinni, az egy nagyon komoly vereség lesz Ukrajnának, nagyon komoly veszteség, és ugye már Mariupol elvesztése is az volt. Tehát Mariupol békehelyőrsége is nagyjából 20 000 fő volt. Tehát itt most ez a hadihelyzet, azzal együtt, hogy elképesztően hősiesen verekednek az ukránok, az látszik, hogy az orosz felőrlő stratégia az sajnos egyre inkább működik. És ha tényleg mozgósítás lesz, már pedig a 62-esek felbukkanása erre utal, akkor azt látszik, hogy Oroszország is úgy értékez a felőrléshez működik, és ebbe az irányba fog tovább menni. Köszönöm szépen. Az elmúlt nagyjából egy órában Ukrajnáról volt szó, helyesebben arról, hogy nevezhető-e proxy háborúnak az, ami ott szorosabban február 24-e óta, de az azt megelőző 8 évben is zajlott. Ezt próbáltuk megfejteni Magyarics Tamással és Rácz Andrással. Az uraknak köszönöm, hogy itt voltak. Mi köszönjük a meghívást. Ez a műsor, mint a Válasz Online minden tartalma a hallgatók és az olvasók hozzájárulásából készült el. Kérjük, hogyha még nem állt mellénk, de ez az adás tetszett és hozzájárulna a munkánkhoz, akkor keresse fel a www.válaszonline.hu/támogatás oldalt, a részleteket ott találják. És önöknek köszönhetően jövő héten is lesz heti válasz, addig is köszönjük figyelmüket, Borbás Barnát és Vörös Szabolcsot hallották.